Tamásiban a húsvétra hangolódás a művelődési házban indult egy gyermekrajzpályázat eredményhirdetésével, amelyet már hagyományszerűen írnak ki, és egyre nagyobb érdeklődés övez. Nagyon nagy örömünkre egyrészt a gyerekek nem is tudják ezt megunni, és persze újabb és újabb korosztályok nőnek fel, akikre mindig számíthatunk, és nagyon sok alkotás érkezik be egy-egy ilyen rajzpályázatra, legyen az rajz, színezés, festmény, különböző technikákkal készült alkotások. Az idei húsvéti rajzpályázatra több mint 160 pályamű érkezett, és nem csak Tamásiból, hanem a környékbeli településekről is, sőt Bács-Kiskun megyéből, Borsod megyéből, vagy éppen Pest megyéből, úgyhogy ennek a rajzpályázatnak a híre most már nagy örömünkre túlmutat Tamási vagy Tolna megye határán, hiszen az ország számos pontjáról neveznek már gyerekek. Szerencsére vannak olyan vállalkozó kedvű gyerekek, akik nem csak hogy szeretnek rajzolni, festeni, hanem bizony szívesen be is neveznek egy-egy ilyen pályázatra. Nyilván ebbe egy kis ösztönzést kapnak akár óvónénitől, tanítónénitől, tanárnénitől, vagy akár a szülőktől is otthon. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, amikor azokkal az arcokkal találkozunk már általános iskolás korosztályba, akik bizony már az ovis korosztályból benevezték rajzaikat annak idején. Úgyhogy vannak visszatérő alkotók, felnövő alkotók, és minden évben van szerencsére olyan, aki újonnan méreti meg magát, úgymond egy-egy ilyen rajzpályázaton. Minden alkalommal természetesen oklevelet kapnak a helyezettek, és olyan apró ajándékokat, legyenek azok festőkészletek vagy rajzkészletek, amivel ugyanezt a területet tudják tovább művelni, tehát ahhoz próbálunk mi az ajándékokkal segítséget nyújtani, hogy további szép kis alkotások szülessenek. A színes kreatív rajzok, amelyek ezúttal a húsvéti hagyományokat elevenítik meg a gyerekek szemszögéből, egészen május közepéig díszítik a Művelődési Ház folyosó galériájának falait. Szintén a hagyományok élednek újra a Dámpont látogatóközpontban, ahol Hímes Húsvét címmel hirdettek a szervezők családi napot. A hagyományokat vettük egy kicsit célba, de összeegyeztetve a mai szokásokkal. Inkább az volna a célunk ezzel, hogy a hagyományok azok ne a régmúlt legyen csak, hanem fedezzük fel azt, hogy például a tojás hímezéshez, a hímes tojások készítéséhez a régi technikákat a mai színekkel, a mai divatokkal is nagyon jól össze lehet hozni. Az volt a célunk, hogy egy kicsit a területünkhöz, itt a Koppány mentéhez fűződő népi húsvéthoz, fűződő népi hiedelmek, szokásokat felelevenítsük, és így ma a mai vendégeink egy rendhagyó tárlatvezetést kapnak, amikor is kollégám elmeséli, hogy milyen szokások voltak ez időtájt, nem csak, hát nem feltétlenül itt Tamásiban, hanem az összes környező településen, némelyik egészen különös, hogy például Ozorán húsvétkor hajnalban fürödtek, megmosták az arcukat a folyóvízben, hogy ne legyenek szeplősek, vagy ne legyenek betegek, nem szabadott mással az idő alatt találkozni. Hát egészen különös szokások ezek, amik kicsit izgalmasak is, és ismeretlenek akár a mai emberek számára. Ehhez persze elhoztuk a koppánymenti viseletet is, a Pántlika táncegyüttes ruháit és a pilléket. Pillénk eddig is látható volt itt a vitrinekben. Egy népi iparművész segített az érdeklődőket, hogy vagy csupán felelevenítsék a régi tojásdíszítési technikát, vagy mint újdonságot elsajátítsák. A karcolást és az írott technikát próbálhatják ki. A karc, mindegyiket színes festett tojásra. A karcolás egy kicsit nehezebbnek bizonyul itt, úgy tűnik a gyakorlók körében. Az írókázás az megy mindenkinek. Gicával írott tojás az ismertebb inkább. A karcolás az kevésbé ismert, és bonyolultabb is, nehezebb elsajátítani, mint az írókázást. Hoztam hagyományos mintákat. Néhány lapon hoztam mintákat, de úgy látom, itt olyan kreatívak a gyakorlók, hogy mindenki saját mintát készít magának. A természet közelsége pedig adta a másik tojásfestési ötletet. Előkerültek a különféle növények, amelyek szép mintákat eredményezhetnek a húsvét egyik fontos szimbólumán.
A húsvéti játszóház volt az utolsó helyszín, ahol a családok apró ajándékokat készíthettek a gyerkőcökkel. Csanád boldogan alkotja meg saját kezüleg családjának a kis meglepetéseket. Azért várom a húsvétot, mert nagyon kedves nekem, hogy ajándékozhatok. Egy ilyen kézműves kis ilyen tyúkocskával anyáiknak. Számos kreatív ötletből válogathattak a gyerekek a délelőtt folyamán. Loretta egy dekorálásra alkalmas papírdíszt készített. Ilyen kis tojás, amin van egy ilyen csík, és ilyen kis cuki nyuszit lehet ráragasztani. Jön a húsvéti nyuszi, és akkor hozza ajándékot, és így tök jó. Tamásiban több lehetőség is adott volt, hogy az ünnepi készülődés mindenki számára öröm legyen.